Az én iskolám kimondottan a kézimunka, tehát nincs gép, kézimunka, és a régi stílusoknak az újraélesztése, a kézi gyalulás, cinkelés, csapolás az én iskolám egészen más. Tehát a régi stílusok szerint szeretnénk, ami régen volt a 15. században, ugyanezt szeretnénk az én iskolámban. És pontosan ez a lényeg az én célomnak, hogy azért csinálunk Vatikánban, azért dolgozunk, és ezért megy a Ferenc pápának ez a tronszék, hogy kézi munka, és a jövő generációnak, hogy az asztalos szakmában meg lehet élni, tanulni lehet. Tehát én ezt szeretném átadni a gyerekeknek, hogy azoknak, akik velem kijönnek Rómába, hogy tulajdonképpen restaurátornak olyanak kell lenni, egy bűvésznek. El kell rejteni a hibát. Tehát egy asztalosnak meg kell oldani azt a feladatot, hogy hogyan lehetett ezt megoldani. Tehát egy szék, egy tronszék, egy intarzia, vagy egy faragás. Pontosan ez a lényeg ennek az utazásnak. Ben Somogyváron megnyertem egy kastélyrestaurálást. Pontosan az volt, hogy állami gondozó gyerekekkel bevonásával egy kastélyt megrestaurálunk. És pontosan így jött, hogy asztalos szempontból szét kellett szedni a burkolatot, mert szét volt repedve. Restaurátorok nem tudták szétszedni, mert nem tudták, hogy volt megcsinálva. De pontosan itt van ez a rendszer. Az én iskolámnak pontosan az a lényege, hogy ezeket a dolgokat, hogy mint restaurátor hogy kell hozzányúlni, és egy asztalos, hogy nyúlunk hozzá, tehát különféle technikák vannak, amit egy restaurátor nem tudja megoldani, mert nem ismeri a technikát, egy asztalos meg tudja, hogy régen ezt hogyan csinálták. És itt jött az, hogy én mint asztalos és mint restaurátor oldottam meg, és ezért kaptuk a NIVO díjat. És itt kellene azt változtatni, hogy az asztalos könyv, ami eddig volt írva, az már most rossz. Tehát új technikát kell, mert hogyha nem lesz változtatva, asztalos szakmában ki fognak halni azok a mesterek, és nem lesz, aki ezt megjavítsa. Tehát nagyon sok műtárgy tönkrement, nagyon sok kastély tönkrement, mert a restaurátor hozzányúlt, és nem úgy csinálta meg, ahogy meg kellett volna csinálni asztalos szempontból.